Köszöntök szépen mindenkit, mind Twitch-en, mind pedig majd a YouTube-on mai videónknál. Én DJ Jögi vagyok, ugye, és ma a Panikor, remélem jól mondom, nevű játék demo verziójával fogunk egyébként ma játszani. Ez Steamen egyébként elérhető, minden link bent lesz majd a leírásban, és ahogy néztem egyébként, Steamen alapjáraton magyarul is játszható a játék, tehát van beépítve magyar felirat is. Szerintem mi ezzel fogjuk majd játszani, illetve kipróbálni. Remélem nem lesz rossz fordítás, ezt majd megnézzük, hogy majd mennyire lesz olyan, amilyen. Bár Soundbardon szól most, így másabb. Aha! Úgyhogy első körben szerintem akkor mehetünk is. A játék első körben annyit tudnék még így gyorsan elmondani, hogy mind ugye single, mind pedig multiplayerben működik. Ezt úgy kell elképzelni, hogy multiban coop verziója van a játéknak. Egyébként én TikTokon akadtam rá erre, úgyhogy nem tudom, hogy mennyire lesz ijesztő, mennyire lesz nehéz, mennyire fogok én személy szerint megijedni, vagy olyan dolgokat elkövetni, amit hát nem feltétlenül kellene. Ez majd kiderül, és akkor megnézzük akkor language tekintetében, akkor kapásból akkor átállítjuk magyarra a történetünket. Egészen pontosan, ugye itt is lenne, hogy leöplájozzuk. Na, hát és akkor itt lenne maga a játék magyarul. Feliratok tekintetében állíts be, hogy ha megjelenek a feliratok, mikor egy karakter beszél, segítségükkel megérthető a játék történet és a párbeszéd, különösen azoknak a játékosoknak, akiknek nehézséget okoz a beszéd hallása vagy megértése. Egy pillanatra elveszem magam, de valószínűleg ezt láttátok az előbb. A fejbillentést azt kiveszem, mert az nekem az szokott idegesíteni. Sprintse kell, hogy egyszer nyomjam meg, ez majd szerintem ez kicsit jobb lesz, és akkor van egy olyan streamer friendly mode. Enable the streamer friendly mode if you are streaming the game. This mode covers parts of the entity in the demo version which may cause problems for your stream. Tehát akkor magyarul lesz nekem célszerű bekapcsolni, ugye? Bár ugye lényegében, mondjuk ezt nem tudom, hogy ezt pontosan hogy nem fordították le magyarra, mondjuk ez sincs egyébként lefordítva. De valószínűleg akkor ezt benyomjuk, hogy akkor gondolom olyan dolgok ki fognak takaródva lenni, amik esetleg a stream szempontjából zavarosak lehetnek, úgyhogy inkább benyomjuk. Jó, nehézséget nem lehet állítani, szintet nem lehet állítani, iskola lesz egyébként, úgy látszik demóban csak iskolával játszható. Szerintem nagyon halál, nincs azonnali halál, tehát három életünk van és közepes nehézségi szinttel kezdünk. Jó, megnézzük a hangot, hogy ez jó, ez maradhat, jövve, de várjál, jaha. Ez nem kell, nem kell, nem kell. Videó tekintetében, hát egyenlőre szerintem így jó. Aztán FPS zárolás, az nem kell, vészing nem kell, színhiányos mód nem kell. Alkalmazza? Oké. Epicre tett mindent a játék, akkor elméletileg remélem a 60 FPS-sel nem lesz probléma. Motion blur, hát azt szerintem az nem kell. A fények azok maradhatnak. Ó, azért jó sok beállítása van egyébként a játéknak. Nem, felesen. Rezgés az nem kell, akkor lehet Xbox controllerrel is tolni. Ú, de biztos nem azzal fogjuk egyébként. Jó, ezt meg szerintem majd kitapasztaljuk. Ami nekünk kellhet, hogy droppolás az a G, az nagyon sok játékban így van, space-szel ugrunk, shift-tel futunk, és mi C-vel googolunk. Jó! És az interact az meg csak sima E. Jó, akkor itt vagyunk, és akkor ott vagy egy játékos, több játékos opciók, jók, és hagyd abba! Hagyd abba! Úgyhogy mi az egy játékossal fogunk menni. Csak azt írta a hangnál, azért lepődtem meg. Ja, nem, az csak azért írta, azt tudod, mert a maga a kimenet az ilyen, na mindegy. Tudatos a fordítás eddig. Rácok, lányok, kezdjük el az egyjátékos módot, a Panikor, de remélem jól mondom, nevű játéknál. És akkor kifajtunk! Úristen, készíts elő szerszámait! Jó, első körben egyébként hát elég fura Epic
módon van a játék. Ez micsoda? Nem csinál semmit? Ja, az elvel tudok, aha! Már készen állsz az indulásra? Jó. Elméletileg a 60 FPS az megvan, és akkor még nem tudom, hogy még mihez ad nekünk a játék ilyen segítséget, mert van egy ilyen, hogy hogyan tudok készen állni ugye a felfedezésre, ugye választani kell egy állomást, ugye a pause menüben gondolom. Meg kell fogni ilyen cuccokat a falról, azt elhoztuk. Használni kell az autónak a... gondolom az ilyen lift lenne, vagy elevator, és akkor menjünk bele az autóba. És ez micsoda? Ja, zeneváltás is van. Azt a mindenit. Jugi, figyelj oda mindenre! Vedd el a szerszámodat, én előveszem neked, Gritty. Nem magyar, halló? Jó, van még itt egy... amúgy... halló? Halló? Ha? Ha? Vész hangzok? Ezt ki is veszük akkor gyorsan. Van volt. Hangcsevegés. Pustutalk. Tökéletes. Jó, ne halljam más, hogy mit mondok. Meg szerintem amúgy jobb a sarokba ez látszódik. De miért? Ja, mert ja, nem mondod, hogy amúgy meghalhat minket a szörny majd egyébként, az érdekes lenne. Á, itt van a nehézség. Azt szerintem maradhat... pain core. Maradhat szerintem mediumon, abszolút. Mikrofon az... Abadabadubidi. Abadubidibi. Na, hát ezt hagyom. Nincs azonnali halál. Nincs azonnali halál. Vagy legyen? Jó, legyen. Legyen azonnali halál, aztán maximum akkor elrontjuk. Iskola. Ez egy elhagyatott iskola, korábban a kevésbé intelligens diákok iskolája volt. Bántalmazás és fenyegetések nem voltak ritkák ebben az iskolában, ezért lett elhagyatott bezárás nélkül. Jó, elméletileg az is ki van választva. Jó. Ez kellemetlen lesz, mert akkor téged mindig hallani fog. Szerintem a pénkor lesz a mi nehézségi fogunk. Nem. Viszünk egy elemlámpát, tökéletes. Ami lehet biliárdozni is? Hogy tudom kikapcsolni az elemlámpát? Ja, görgő, aha. Jó, lehet biliárdozni is. Van itt egy autó, szerintem nem nagyon jó semmire. És akkor elméletileg... gyorsan még azért körülnézünk, hogy itt van-e valami használható funkció, vagy bármi van, ami nekünk így oka lehet a dolgokra. Áramszolgáltató. Itt kimenni nem tudok. Elnézést, a shotit nem viszed magad? A shoti? Volt shoti? Nem vettem észre a shotgunt. Ja, az itt van. Ah, nem engedi. De figyeld amúgy. Jó kis kontrollos legugolás van. Na, nézzük akkor, srácok, lányok. Nem tudom, hogy mit rejt, illetve hogyan fogjuk ezt pontosan megcsinálni. És rendesen egy autóval megyünk amúgy, de para. Beleszállhatok? Oké. Okay. Jó hang tekintetében nyugodtan mondjatok. Ha valamit hallasz, bújj a szekrénybe, egy kis tip, ha követnek, csukd be az ajtót mögötted és keres egy búvó helyet, és a többit nem láttam és hallom magamat. Mi az one hand clapping? Jó, a felbontást, vagyis hát a grafikát azt egy picit lejjebb kapjuk. Jó, most egy picit jobbnak tűnik. Felveszük az elemlámpát. Na hát, és ez igazából maga a játék. Lehet nem kellett volna levenni az oknimat. Mik az ellenfelek itt? Nem tudom.
Nem tudom kinyitni ezt az ajtót, valami blokkolja. Nem volt jó ötlet szerintem elkezdeni ezt a játékot egyébként. És én van valamire, amivel elvághatom vezetékeket. Na, hát és ez lenne maga a játék. Betesszük akkor első körben szerintem a nincs azonnali halált is. Fél perces játék mellett, valaki se egyben meleg. Jó, csak így meg kérdéses, hogy akkor... mi a játék lényege, vagy mit kell csinálja? A futás nagyon hangos, séta mindig ajánlott, és ha valami nagyon köze van, ofony. Ofony. Jogin elsuttogjál? Inkább legyünk merészek, és akkor beszéljünk hangosan. Most nem tudom, hogy ez a deszka például mire használható. Mondjuk elméletileg. Elméletileg TikTokon is úgy volt, hogy ez inkább egy futás. Futásos játék, tehát hogyha jön a szörny, akkor el kell előle futni. Csak valami őszintén nem tudom, hogy mit kell keresni és mit kell csinálni, tehát. Összegyűjtünk mindent, amit enged a játék, aztán megnézzük, hogy... hogy hogyan tovább, meg nem tudom, hogy így hány... Yeah. Tehát, hogy nem tudom, hogy hova tovább, vagy hogyan csináljam a dolgokat. Azért állt ebbe az ajtóba, hogy lején, mert el kell futni? Meghallott? Hát de hagyjál már! Hagyjál már! Yes.
Jó, ez nem tetszik ez a játék, hogy kell másik játékkal játszani? Valami sztorit szeretnék kérni a játékhoz. Ez nekem nem tetszik. Én meg fogok halni egyébként. Több máki, ami a szádba van! Kihullott, teljesen beteg. Minek, úgyis meghalsz hamar. Micsoda hörgések, ez jó játék, most nem lehet rábaszni. Amúgy de lehet, hogy rá lehet egyébként. De az a baj, hogy ami engem zavar, hogy nem tudom, hogy mit kell csinálni. És úgy hogy jöjjek rá, hogyha folyamatosan van egy szörny, aki elől menekülnem kell. Hát, Gréti, miért ajánlottad ezt a játékot? Nem, hogy TikTok miért ajánlotta egyébként. Basszus. Az engem is zavar. Na jó, oké, összegyűjtjük, ugye van egy fadeszkánk, egy medpack, egy vágónk, és nem István, de hol kell letenni, le kell letenni valami, semmi történet, semmi segítség, ja, egyből. Kérdés, hogy neki egyébként ez a fekete az csak azért van ott, mert streamer friendly-vé akarták tenni a játékot, mert egyébként olyan fekete gömb látszódik. Nem hiszem el. Az előbb, mikor futottál, nagy zöld csaptál, nem hallatod, Jugi, mikor suttogsz. Mi van a seggén? Egy már bőzgó, az egy labda, vagy egy pelus? Szerintem a stream, amúgy igen, szerintem a stream friendly miatt takarja ki. Egyébként aztán lehet, hogy olyan van a seggén, ami nem feltétlenül jó, hogyha a streamben is látszódik. Na meg tudjuk nézni esetleg, hogy kikapcsolva, hogy mennyire olyan, amilyen. Hát figyelj, megnézzük. Mert szerintem ilyen szempontból nem lehet ebből baj. Megnézzük, hogyha nagyon olyan, akkor visszateszem. Gondolom ez hasonló, mint tudod mondjuk a Rastba is, hogy mennyire látszódnak a dolgok. Használ az emelőt az autó leengedéséhez. Ez, hogy használ az emelőt. Hát... De... Mi ja, valamit nem vettem fel. Na, bugos a játék. Akkor miért van benne a safety mód? Nem tudom, szerintem ott szörny miatt egyébként csak. Jó, azt kéne megnézni, szét kéne nézni fönt az emeleten, hogy ott mi van.
Hagyjál már! Ó, oh, picsába. Na, itt mi fönt mi van? Gyorsan megnézzük. Ó, most lezár, leráztam. Vagy nem? Áááá, baze! Van két elem lámpám. Már három. Ott írja, hogy három kellene abból a vasból, egy a kötélből, és van egy létra. De nem lehet benne rakni a deszkát, amit elvesz a lépcső alól? Minek neked három zseblámpa? Nem tudom. Elvettem. Az a kurva zavaró amúgy, hogy folyamatosan itt van ez a dolog, és vagy versenyzünk vele folyamatosan. Az a baj, hogy nagy a map. Pincét azt nem találtam, de itt még van ezen a szinten másik járat. Ahogy elnézem. Megvan a kötél. Ahogy elnézem igazából, ez egy olyan iskola, hogy kettő szint van, és két-két járattól föl is le tudunk közlekedni, tehát elméletileg el lehet futni mellette, mögötte, de nem szeretem az ilyesmi játékokat, ami erről szól, hogy futni kell. Szerintem első körben annyit lehetne megnézni amúgy, hogy meg kellene nézni, hogy milyen tárgyak kellenek nekünk, illetve hogy azok hol vannak. A medkitem is. De biztos, hogy... De egyébként igen, tehát ezt se értem, hogy akkor minek rakja ki a játék, ha mégsem engedi használni. Jaj, valamint. Valószínűleg egyébként én bonyolítom ezt megint túl, de szerintem ez annyi, arról szólna a játék, hogy összegyűjtünk mindent, tehát minden tárgyat összegyűjtünk, ami kell, és akkor utána ezt valahogy teljesíteni lehetne ezt a játékot szerintem, csak... Értés, hogy... Álltunk egy kulcsot. Na. Már nem tudom eltenni, akkor eldobom az egyik zseblámpát, meg a másikat is. Tehát, hogy... A továbbjutást értem, de ez a... macskegér játékot, ezt nagyon nem szeretem amúgy. Jó, meg kell nézni, hogy a kulcs... Pont ez nyitotta ki.
De hát ez a WC. Itt van egy fadeszka. Most egész jól haladok amúgy, de lehet, hogy el fogom bízni magam, vagy valami rosszat csinálok, aztán meghalok. Ütni nem enged amúgy. Miért nem hallasz ki, fa? Jó, akkor megpróbálunk beszélni ilyen megpróbálunk így, nagyjából. Jó? Jogos. Most tehát három deszka kell és egy kötél, vagy ugye létre. Ááá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 
Mikitól! Istenem! Amúgy jó volt, mutatta nekünk a seggét, és akkor utána úgy volt vele, hogy hát azért csak megöllek, azért figyeljél már öcsém idefele. Istenem! Ez nekem nem tetszik ez a játék amúgy. Nagyon benéztél, nem tetszett neki. Á, lehet amúgy. Most a kérdés az az, hogy jó lenne valami olyan info lenne. Vagy várjál? Bocsai srácok, de mennyire haragudtok meg, hogyha easy-re tesszük a játékot?
Szerintem még így is gáz lenne egyébként, hogy gáz lesz, de legyen már easy, mert szeretném végigjátszani, vagy hát legalábbis teljesíteni, de normálon biztos nem fogom tudni. Azt milyen lehet a pénkor, hogy megidéz aztán már 6 szörny egyből felét fut, vagy hogy? Minél hangosabban beszélsz, annál nagyobb az esély, hogy a szörny meghallja a beszélő halkan, főképp amikor ők közelben. Hát kúpon biztos élvezetesebb. Meg könnyebb is haladni. Igen, tehát szerintem is amúgy. Mert ott valószínűleg, ha ugyanez a rész van, akkor elméletileg igen. Szerintem fönt van. Várj, most a tornateremben nem kell csinálni semmit. Itt van egy egész tornaterem, és ez csak annyi, hogy látványterv. Lehet amúgy. És akkor hol vagy, Gréti? Akkor letöltöd most a játékot, és jössz játszani kóban? Jó, akkor esetleg majd beszélünk róla egy időt. Próbálom akkor most egyedül. Egyedül teljesíteni. Itt a kötél is. Jó, és akkor igazából kellene 3 deszka. De most kérdéses, hogy a medpack, de az üveg. Félek amúgy eldobni az üveget. De volt is rossz volt, hát mert játszani kellett 4. Aha. Jó, begyűjtünk akkor még egyszer mindent. Meg az is egyébként segítség lenne, hogy a tárgyakat esetleg ki tudom dobni olyan helyre, ahol nem kellenek. Itt a kulcsot felvesszük. A másik azt hiszem nem volt. Hát egy first aid, de... Mert és hogyha elnyomom a first aid-et, nem lehet? Nem csinál vele semmit. Hát, ha ízén teljesíthető egyébként, már bocsánat, srácok, hogy lejjebb vettem, de... Ezt a mechanikát egyébként nem szeretem a játékokban, hogy... Megvan, nálunk van a kulcs, de nem enged a játék tovább haladni, hogyha az a kulcs ki nincs választva, és ez annyira gáznak érzem egyébként sokszor. Őrészünk az van. Várj, de lehet, hogy kell majd még. Aha. A mediket azt eldobom, az úgyse kell. Akkor felveszek a fűrészt. A
akkor szerintem ott a szobában azt megpróbálunk akkor ott be... becuccolni. Jó, ide eldobunk akkor egy deszkát. Eldobunk egy kötelet. Szerintem egy fűrészt is eldobunk ide. Jó. Ízi nyomja, azt már nem kell a medkit. Azok nagyon rosszak egyébként, tehát nagyon kellemetlen. Átnézzük még ezt a szintet teljesen. Utána viszont el kell majd menjünk a szörnyhöz. Jobb az lenne, hogyha le tudnánk csalni. Meg van kettő deszka. Meg egyébként szerintem azzal jó, mondjuk így se rossz a játék, hogy egy ilyen szörnyt úgymond beletettek, de azzal szerintem, személy szerint, szerintem többet értek volna el, hogyha ha inkább ilyen jumpscare-es játékra csinálják meg, mint sem ilyen szörnyessel, de lehet, hogy hogy én gondolom csak így. Jó, tehát az a lényeg, hogy fönt van a szörny, őt kellene mindenképpen valahogy megbarátkoznunk vele, vagy valamit csinálni. Jó, bedobom ide a... van már kettő deszkánk. Az a baj, annyira utálok egyébként futni ilyen játékokban, hihetetlen egyébként. Befutna így hozzánk a szörny azért. És így se fosnám össze magam. Jó, amondom vagyok, menjünk akkor először erre. Jó, igazából ott el van tolla, szóval meg egy kalapácsot kellene. Kalapácsot kellene találnunk, keresnünk. Csak nézzük meg, hogy megvan a kettő, vagy bocsánat, megvan a három deszka, megvan a kötél, és azt írja nekünk, hogy abból egy létrát tudunk csinálni. Jó, hogy lehet kombinálni őket? Megvan, csak... látnám, hogy vágjak valamit fűrésszel a deszkát. Ja, mind a hármat oda kell tenni? Már van egy deszka. Jaj, ez hangot is ad ki. Ezek le vannak fűrészelve. Remélem nem jött le. Itt van.
tudok. Mondjuk az jó hír, hogy nem tudja áttörni az ajtót. Akkor viszont lehet, hogy amúgy őt el is tudjuk majd. Azt láttam, hogy vágjuk valamit fűrésszel. Ellene még plusz fa. De itt van egy kötél és három deszka. A másik oldalon. És megpróbálunk fönt valamit még találni. Így keresni. Megpróbálunk sneakyben játszani. És van egy deszka. Ja, csak visszaviszem ezt is. De akkor ugye megint oda fogom csalogatni. Résztel. Próbálok nem beszélni. Vagy egy picit, hogy olyan el a hang. Hogy ha végtelen halál lenne, akkor ugye, hogy akkor könnyű lenne a játék. Deszka vágva 4/3. Akkor nem kell ennyi. Hogyan tudom akkor elvenni? Itt a kötél, de... Igen, használtam. Jó. De nem tudom fölvenni ezeket a deszkalapokat. Ez nekem érdekes, hogy mondom, itt van a ok, de hol a többi? Jó, megnézzük fönt akkor a szörnyet. Első körben, hogy most már hallható vagyok, hogyha így beszélek. Akkor nem suttogok, hanem akkor így megpróbálok így beszélni. Jó, köszi. Pont ezen az oldalon van a szörny. Megyünk a másik oldalra. Még nem voltam ebben a körben, legalábbis. Az ajtót is. Keresgélünk. Hoppá, itt a kalapács, ami kell nekünk a tűzjelzőhöz. Itt van még egy üveg. Üveget azt annyira nem értem egyébként. Hát bocsánat egyébként, hogyha valaki az izgalomra vágyott. Valószínűleg lehet, hogy majd most is lesz, de inkább a végigjátszást minősíteném picit előnyben.
kérdés, hogy hol van a szörny. Mert van kalapácsunk, amivel be tudjuk ütni az üveget. Mondom, az is zajjal fog járni. Jó, akkor... csak. Elment arra, viszont itt van egy szoba, de oda kulcs kell. Itt nincs semmi. Jó, meghagyjuk ott őt bal oldalon. Megnézzük akkor úgy, hogy visszajövök, beütjük kalapáccsal a tűzriasztót. Az hol is volt az a tűzriasztó? Valamelyik szobának a... tehát ugye a WC-nek? Ami nem villogott annál a szekrény, ami el volt dőlve. Megnézzük majd. Hol volt a tűzriasztó? Fölöttünk van. Most a kérdés az, hogy ezt kiütöm, akkor maradjak-e ebben a szobában, de szerintem megpróbálom azt, hogy ebben maradok. Jó, akkor ezt nem volt hangos. Nem ide kell. Azt hittem, hogy ez hangosabb lesz egy picit. Kulcsa tudjuk kinyitni. Ott volt még egy szoba, azt hiszem, ami kulcsos volt. Öttünk van a róka. Az üveget. Ja, akkor az üveg az nekünk segítség félrevezetni őt. Aha, a kalapácsot szerintem nem kell, úgyhogy ezt ledobom. Mondt, akkor föl kell menni megnézni, hogy melyik ajtót nyitja ki pontosan ez a kulcs. Hát, egyébként ebből létezik YouTube-on egy ilyen, azt hiszem másfél perces végigjátszás, gondolom. Tudja a csávó, hogy hova kell menni pontosan? Begyűjt mindent és megcsinál mindent. Még nem volt. Szerintem az easy mód miatt most a játék több helyre is tett tárgyakat.
Ez egyáltalán nem easy mód. Észre se vett, de már ránk futott. Úgyhogy nem lehet így játszani, hogy folyamatosan ugye üldöz egy valami. Jó, arra már rájöttünk, hogy, vagy rájöttem, hogy van két irányba fel és lejárat. Mindkét irány, vagy mindkét emeleten két-két darab WC található. És nekünk az a kérdés most, hogy a fönti emeleten, a második emeleten vannak ott ilyen szobák, vannak szobák, és valószínűleg a kulcs azt nyithatja ki. Csak ugye kérdés, hogy hogy lehet oda eljutni normálisan, mert ugye ez a lény, ez mindig ugye a sarkunkban van. Hát nem lesz a kedvenc játékom, az biztos szerintem, hogyha ez kijön teljes verzióban, meg se fogom venni. Én félek az ilyenektől. Az nem hiányzik. Picsába leugrok! Adjál! De basszus, hogy... Azt tudjuk, hogy ami oda vezet ajtó, az ez csak egy ilyen folyosó. De... Mi van akkor, hogyha igazából... Ott tudunk majd lemászni a létra segítségével. Az is benne van egyébként a pakliban. Csak... Szóval nem tudom, hogy most... Mert megvan a három deszka kötél, de valamiért nem csinálja meg nekünk a játék a létrát, vagy lehet, hogy nem is a játéknak kell megcsinálni, hanem csak
nekünk oda menni és megcsinálni. De nem engedte fölvenni a játék a deszkákat, amit elfűrészeltünk. Megpróbálunk csendesen menni. Jöttem rá, hogy ez a kulcs, ez mit nyit. Hogy a létra fele hiányzik, meg kell javítanunk, de basszus, összegyűjtöttem a deszkákat. Akkor mit vár még a játék? Tehát nem, ott nem lehet fölvenni a deszkákat normálisan, mert akkor már tudom a végét a játéknak, tehát akkor oda meg kell csinálni a létrát. Lehet még kell ez. Lehet még egy deszka kell. Jó, mindegy, akkor már 5 deszkánk van. Lemegyünk. Vissza lemegyünk. De ezt is elfűrészeljük, mert lehet, hogy akkor 5 kell. Utána megnézzük, hogy hogyan tovább. Ezt normálon biztos nem vinném ki egyébként. Na, becsukom. Ide teszünk még egy deszkát. Még egyszer lefűrészeljük. Miért engedte? Az előbb nem engedte oda tenni. És itt a létra. Megtöntött létra. Jó, akkor föl fogunk menni. Visszamegyünk. Visszamegyünk onnan, ahol voltunk, megjavítottuk a létrát, és akkor elméletileg ennyi lenne a játék, nem? Hát nagyon bízom benne egyébként. Megnézzük. Kíváncsi vagyok. Jó, erről fogunk menni, mert itt szerintem nem annyira gáz. Próbálunk csendesen bemenni középre.
És? Ennyi? Thank you for playing our prologue. Azt a mindenét! Egyébként mennyire volt zavaró a kamera, mert úgy láttam, hogy pont kitakartam a elemlámpát is a csóka kezéből. Azt a mindenit, srácok! Hú! Jó, ízin azért hozzáteszem, az valószínűleg az volt a... vagy azért sikerült, mert egyrészt a szörny se olyan hamar, vagy olyan gyors volt, nem volt olyan gyors, illetve nem volt olyan sokszor feltűnő se. És szerintem a tárgyak is úgy voltak oda téve egyébként, hogy az nekünk segítség legyen, mert ugye a deszkából is ugye 5-öt találtunk, és csak 3 kellett. Tehát szerintem alapjáraton, hogyha ha simán játszik az ember bele, akár normál vagy hardon, akkor ugye tipikusan csak úgy teszi a tárgyakat a játék, amennyit ténylegesen kell, és oda teszi, hogy ne találd meg még véletlenül sem. Úgyhogy Jézus Máriám, Szent Józsefem, mondjuk azt nem értettem, mert ugye már a fa meg volt korábban, de nem értettem, hogy akkor a kötelet miért nem sikerült oda tenni. Mindegy, a végigjátszásban szerintem az látszódni fog, az be fogom oda tenni. Ízén sikerült a játék, ez vagy szégyen, vagy nem, de ez már az én bizonyítványom ilyen szempontból. Hát maga a játék akkor igazából ennyi lenne lényegében. Van még egy The Devourer Haunted Souls, lehet, hogy ők csinálták ezt is, és akkor azt meg ugye öten lehet játszani. És akkor még annyit tudunk egyébként majd csinálni, na erre, hogyha hagyd abba, akkor én nem a játékból akarnék kilépni, csak a menübe akarnék kilépni, hogy abba visszaengedsz-e. Nyilván kiderül. Aha, itt vagyunk a menübe. Úgyhogy még szerintem a coop módot azt mindenféleképpen meg fogjuk nézni. Szerintem jobb esetben Gréthivel fogjuk ezt megtenni. Szerintem nagyjából ugyanazt kell egyébként majd megcsinálni, hogy tárgyakat kell gyűjteni, csak lehet, hogy akkor egy picit nehezít a játék. De egyébként nagyjából egy picit. Ja, de nem tudok rámenni, mert az mindenképpen majd akkor fogjuk tudni, amikor majd úgy lesz. Úgyhogy igazából megnézzünk akkor egy jókat. Ez legyen így, mert igazából ez van így már teljesen, hogy végeztünk a játékkal. Hát TikTokon láttuk, nem tudom. Én azt mondanám, hogy én személy szerint nem ajánlanám, de amiatt nem, mert maga a játék olyan, hogy igazából fixen meg kell, hogy ijedj, és fixen kell egy ilyen atmoszférát, hogy fixen kell neked egy atmoszférát gyártson, vagy tegyen, hogy hú, te ott vagy, a szörny ott van, és csináld. Nem rossz egyébként, max többen az úgy van, mikor a másik megijed. Hát úgy igen, tehát most gondolom nektek is tetszett, hogy én az elején ott ijedeztem, utána már picit rámentünk jobban a játékra, de fú, hát szerintem nem rossz ötlet egyébként, nem rossz ötlet. Ilyen, hogy konkrétan tegyünk le egy szörnyet, és akkor próbálgassunk vele fajta játékokat, én személy szerint nem feltétlenül annyira kedvelek. Szerintem sokkal jobb egyébként egy horror játék úgy, hogyha ha ijesztés van, vagy hogyha jumpscare van. Azt mondom, hogy jó üldözés is még lehet, de az aktuális karakter az akkor tűnjön el, jelenjen meg. Tehát olyan ilyen változatosan, mint akár mondjuk az Amnézia esetében, vagy nem is tudom, az Outlastnál is volt, ugye ott is volt a üldözéses jelenetek, de ott azért ki lehetett úgy is cselezni az embereket, ahogy. Meg ezt gondolom, ez csak a demo verzió ilyen, hogy ugye 3 halál után ugye instant újra kezdődik a játék. Remélem az fullos játékban, vagy a teljes játékban majd nem fogják ezt beletenni, mert ez viszont egy nagyon rossz pont, hogyha ezt beleteszik. Olyan szempontból megértem, hogy jó, ne legyen annyira egyszerű, meghalsz mindig, és akkor a tárgyak megvannak, már megvan, tovább jutsz, de azért na. Úristen, Fandi, köszönöm szépen a 11 egymást követő hónapos feliratkozásodat, köszönöm szépen. Max többen az, hogy fan, amikor Dori Devornál belevisított a fülembe. Itt voltam, csak csendben. Nem, semmi baj. Fandi a kukkoló. Úgyhogy, hát szerintem egynek jó.
Függ attól is majd, hogyha a teljes játék megjelenik, hogy mennyiért fogják árulni. Félve ajánlom, aki szereti a horrort vagy az üldözést, az annak mindenképpen, de egyébként most az egyébként nem egy nagy szám, tehát maga az ilyen összerakás, tárgy összerakás, stb. Ez nem egy nagy szám igazából, tényleg a szörny volt, aki olyan volt. Úgyhogy köszönöm szépen, hogyha velem tartottál, mind élőben, mind pedig YouTube-on, ugye köszönöm élőben a itt léteteket, hogy legyen további szép napotok. Én DJ Gyu voltam, sziasztok, hello!